Van ennél valami olyan, ami hát még... most egyelőre nem nagyon, tehát így... Jó, gondolom ezeken majd te még fogsz hűlőzni, és aztán majd legközelebb vagy jövőként, ha van valami olyan kérdése, hát akár föl tudod István hívni, vagy Istvánon keresztül, engem is föl tudsz hívni, de írd föl, mert azért az ember vagy a nem kártalan, csak képtelen. Így van, e-mailben vagyunk, hál' Istennek. Na jó, hát igen, vagy nekem az ennyit is megtalálsz e-mailben, kotanyottokukac.tionline.hu. Úgyhogy megtalálhatsz engem is, de Istvánt is, vagy akinél úgy érzed, hogy tudsz valamit kapni, dolgozz magadon, foglalkozz magaddal, és nagyon-nagyon nagy hálát a gondviselésnek, hogy téged ezzel a képességgel megajándékozott. Ki tudja, hogy hány élettel korábban indult ez már meg nálad, és most jutottál el, hogy a régi tapasztalatok és begyűjtött ismeretek alapján most már neki indultál a megvalósításnak. Mert hát először az ember gyűjti az adatokat, a tapasztalatokat. Nem tudom, tehát én azért még ilyen számmisztika felé még kapcsolatok. Nem kell. Most már számmisztika. Nem szükséges. Egy keveset csak. Érdekes, majd eljön annak is az ideje, amikor szükséges lesz. Most azzal ne törődj. Most a lelki, szellemi, belső fejlődésemben, azokkal az érzéseiddel, hallásoddal, na most igen, ez. Igen, csak nekem ez kicsit fura, töménytelen mennyiségű könyvet olvasok, és próbálok hogy ide szívni a tudást, és mindig az van, hogy kevés, ne hapsolj, mert elrontod a gyomorodat. Szellemi gyomorrontást is lehet kapni. Vigyázz, ez komolyan mondom. Szellemi gyomorrontást éppen úgy van, mint testi gyomorrontást. Ne hapsold a könyveket, hanem tudatosan megválogatva, nagyon tudatosan megválasztva, szép, lassan. Nem, hát ezt most nem azt mondom, hogy két óra alatt kiolvasok valamit, nem. Egy fejezetet kiolvasok, ezt átgondolom szépen. Ha valamit nem értek, akkor itt visszamegyek, és akkor még egyszer, de most... Vagy majd esetleg egy év múlva érted, mert amikor máshonnan bejönnek olyan információk, amik segítenek ennek a megértésében. De ne előtesd, mert annak semmi értelme nincs. Ezt is mondják a tanítói, hogy a szellemvilágban pazarlás nincs. Tehát olyan dolgokat nem érdemes, és nem is mondanak, és neked sem kell olyan dolgokkal foglalkozni, amiről úgy érzed, ha a másik ő kezedbe kerül egy könyv, hát ezt most még nem értem, de érzed, jó, akkor azt egy kicsit nyugtatod. Mész a további dolgokban. De arra is nagyon figyelj, hogyha bármilyen olvasmányoddal kapcsolatban, vagy beszélgetéssel kapcsolatban, vagy csak bármivel, ami megérint téged szellemileg, ha az nincs összhangban a belsőddel, nem rezonálsz rá, így mondom, nem, akkor szépen tedd félre. Az még nem jelenti azt, hogy rossz, de ezt egyébként lefélre. Ha nem a te utad, akkor az is le fog gyulladni, és... Hát vannak ilyen spirituális dolgok, például könyvekre is, hogy beleolvasok, és akkor nem. Tehát ez... Vannak ilyenek. Igen. Hát azért mondom. De vannak olyan könyvek is, hát azért manapság tudod, a profit érdekében nagyon sok gyenge dolog is megjelenik. És hát azok bizony, nem csak, hogy félrevisznek, hanem kár az időért elfecsérni. Igen, de vannak pillanatok, amiket csak így pislogok, hogy Jézusom, ezt leírták, tehát ez van. Jó, mert egy olyan társaságnak, és én most nem, tényleg nem elítélőleg mondom azokat, akik szellemet idéztek. Ők még ott tartanak, majd rájönnek, hogy nem az az út. De akik ilyen szellemidézéssel foglalkoznak, azok számára ezek a szenzációhajlászó könyvek még annak valamit.
Nem, tehát ebben a szellemidézéssel én csak tehát az zavart meg engem, hogyha most nekem tényleg ez az utam, vagy bármi más, akkor miért nem csak úgy egyszerűen jelentek? Hát miért kellett pont a szellemidézéshez, hogy aztán teljesen kiakadjak? Tehát ez így azért párhuzamba történt, tehát... Nézd, a gondviselés, van egy ilyen mondás is, ugye, a Szentirágban is, hogy a gondviselés a rosszat és a jó szolgálatába állítja. Neked ott kellett felismerni azt, hogy az az út nem járható. Mert esetleg, ha nem történik ez meg veled, vagy más körülmények között, esetleg félben csúszol, vakvárnányban csúszol, visszajöhetsz a Zsák utcából, de rengeteg időt és energiát elhazoltál. Tehát neked kellenek ezek a felismerések, tapasztalatok, hogy na ezt nem. Látja. Továbbá adott esetben a terveken lesz a feladatot, hogy őket a helyet csinálják, vagy legyítsad meg. Erre nem is gondoltál, mi? Hát nem. Nekem is most jött tőlőről. Látod, hogy van a csugalmazás? Hát nem is találkozok velük, hogy egyszer csak... Fogsz még. Nagyjaj. De a szellemi vezetés, a gondviselés. Valami, nincs az a világcsodájú számítógép, ami nem törpülne el mellette, olyan precízen van, minden megszervezve. Az lehet, hogy most ebben a pillanatban nem érted, hát ez most miért történik velem, vagy ez hogy van, hát, mit van. Van. Hát persze, minden, hát ez mindannyiunkban van, hát ez mindannyiunkban. Mert nem igazán, jaj, miért kellett ezt átélve? Óriási tapasztalatokat idéz. Vagy valamire úgy érzed, hogy az nagyon-nagyon jó, hasznos, szívvel, lélekkel akarnál csinálni, és nem sikerül. És pár évből azt mondod, de amúgy akkor az nem sikerül, mert az nem úgy kellett annak történni. Igen. Na ugye. Na. De mondjuk, ha most itt is egy szolidát tudok mesélni, tehát azt hiszem elsős voltam általánosban, amikor így elém állt a osztályfőnök, hogy ha valami, ugyebár mit szoktak ilyenkor mondani, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És én nem a gondolkodás nélkül grafikus. Tehát volt nekem... Tehát nekem tulajdonképpen én nekem másfele nem is kell kacsingatnom, tehát én azt tudom mondani, hogy tényleg egy elismert grafikus vagyok, de nekem nem kellett gondolkodnom abszolút, még az általánosban sem, a középiskolában sem, hogy mi akarok lenni, mert ez nekem annyira természetes. Mert ezt vállaltad fel a tanuláskor, mert még nem tudhatod, hogy ezt a képességedet, tudásodat mikor fogod majd azokon a területeken hasznosítani, ami a te küldetésed. Ez biztos, hogy összefügg különben, mert volt egy csomó olyan dolog, hogy ha dolgozom, olyan, mintha meditálnék, vagy én nem tudom. Tehát olyan szinten nem gondolkodom, és csak úgy, azon kapom magam, például ha festek, hogy vigyorgok. És akkor... Van úgy, hogy festettem, és így vigyorgok, és te bármi most miért van ilyen jó kedved, amikor tulajdonképpen semmire nem gondoltam. Mert a helyeden vagy, most így fejezem ki magad. Igen, akkor van a helyeden, ilyen. Abban, ami a te utad. Azért. Tehát ez olyan fura volt nekem. Tehát így többször volt ez, hogy tényleg mosolok, és annyira jó kedvem van, amikor így dolgozom. Tehát...